A borbehozatali kvóták elosztásának alkalmazása január 1-én kezdődik, és a szerb pénzügyminisztérium, illetve a vámigazgatóság jóváhagyásával az importőrök jelentkezési sorrendjében történik. A borimportőrök és forgalmazók nemrég megalakult egyesületében megelégedéssel fogadták a behozatali borkvóták elosztását, mert ezzel elkerülhető az idei évben kialakult helyzet, miszerint már az év első felében egyetlen nagy áruházlánc behozta az egész évre előlátható, vámmentesen importálható külföldi bormennyiséget. Ez a kvóta az EU és Szerbia között a stabilizációs és társulási megállapodásban van meghatározva az unióhoz való csatlakozási folyamatban, magyarázta Zombori Imre közgazdász. Itt arról van szó, hogy a kereskedelmünket összehangoljuk az Európai Unió kereskedelmével, és mint ahogy ismerjük az Európai Unióban, a mezőgazdasági termékeket, tehát a kvóta rendszerekkel határozzák meg. Ez a kvóta különben már több éve létezik, és ennek a mostani kormányrendeletnek az a lényege, hogy az idén problémák voltak, azért, mert már júliusban behozták az egész mennyiség, az egész megengedett mennyiséget Szerbiába. Az intézkedés célja, hogy a piacot stabilizálja, ugyanis a kvótát negyedévi kvótákra osztja fel, és azt is előírja, hogy egy importőrnek legfeljebb 15%-os behozatala lehet egy negyedévben. A szerbiai borászok, bortermelők leginkább azt kifogásolják, hogy állításuk szerint az elmúlt időszakban Szerbiába nagy mennyiségű, megmagyarázhatatlanul olcsó, azaz kétes minőségű bor lett importálva. Ezek leginkább az üzletláncok és a szupermarketek polcaira kerültek. Az északbácskai homokvidék borászai is elkeseredettek. A hajdújárási Maurer Oszkár borainak 90%-át külföldre exportálja, de szerinte nem korrekt az import és az export aránya. Évente nagyjából olyan 25-30 ezer palacbort szállítunk ki külföldre, összesen 25 országba exportáljuk a borokat, és sajnos van ilyen kvóta. Az Európai Unió viszonylag alacsony számban határozta meg a harmadik országokból és azon belül Szerbiából az EU-ba vámmentesen beszállítható boroknak a mennyiségét. Ez a kvóta ma már nem elég, még azzal együtt sem elég, hogy a Szerbiában megtermelt bornak a 95%-a Szerbiában fogy el, és nem kerül külföldre, de így is túllépjük ezt a picin kis kvótát. Hubert László szerint is van elegendő, jó minőségű bor Szerbiában. A borbehozatal hatalmas csapás az itteni borászokra, hiszen jelenleg telített a piac, a járványhelyzet miatt pedig a bort is nehezebb eladni. A bort nagyon nehéz eladni ez a mostani járvány miatt, mert ugye leálltak a vendéglők, nem dolgozik a piac, egyszerűen lágérolni kell a bort, amin sok borásznak már nincs hova tenni. Úgyhogy már következő szüretét nem tudjuk megoldani, hogyha nem indul meg az eladás. A hajdújárási borász pincéjében jelenleg mintegy 200 000 palack minőségi nedű vár vevőre.